Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. 5 perce múlt 5:30, ez továbbra is a Gyújtópont, Király Tamás vagyok. Programajánlóval megyünk tovább, mert hogy a Szabadszon Klezmer Band életrajzi zenés játékkal turnézik, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Szenes Hanna életéről szól egy zenés életrajzi játék. Ezt játsszák október 10-én és november 10-én a fővárosban, illetve vidéken is. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést Masa Tamással, a Szabadszon Klezmer Band vezetőjével, hallgassunk meg egy összeállítást ebből a darabból, aztán utána folytatjuk beszélgetéssel. Évek óta kísért a gondolat, hogy feljegyezzem Anikóval kapcsolatos emlékeimet, melynek legközelebb nem írtam még verseket, sem szépeket, sem nyerseket, s itt ülök mostan íme én, s eljátszom mások rémeim. A fiatalok kezdték, s az öregek csóválták a fejüket. Mi lelte ezeket a gyerekeket, hogy elveszítették a fejüket? Hogy kisgyermekek módjára a labdát rúgdossák, és hogy az utolsó fillért is a magyaroszlák mérkőzésre dugdossák. Szanak rá, számon kérik, hogy belőlük semmi se. Gyermekkori álmok eljárnak hozzám, gúnyolódva bírálják az életemet. Másnak indultál, wapapaparapá, és ide jutottál. Gyermekkori álmok, nincs veszett remény, csak azért is megmutatom. Sötét utcán lámpa fénye, az égen izzó csillagok, szívemben mindig új remények, az élet útján ballagok, az élet útján ballagok. S a percek jönnek, nem köszönnek, nem búcsúznak, tovább úsznak, mesztelenül, ellebegve, végtelenből, végtelenbe, végtelenből, ez csupa derű, az fáj keserű, egy édes könedő, más lelket elölő. Anikó aliáját kezdetben hevesen elleneztem, de sok okos és meggyőző érvelése egyre csökkenti ellenállásomat. Egy ízben azt mondja, úgy érzi, ha történetesen nem zsidónak született volna, akkor is a zsidóság oldalára állna ma. Mert ha egy néppel ilyen szörnyű igazságtalanság történik, akkor őket minden rendelkezésre álló módon segíteni kell. Nem tudom, írtam-e már erről, cionista lettem. Emögött, a szó mögött rengeteg minden van. Nekem röviden azt jelenti, tudatosan, erősen érzem, hogy zsidó vagyok. Büszke vagyok rá. És a célom Eresz Izraelbe menni, érte dolgozni. Végtelenül örülök, hogy ezt megtaláltam, hogy talajt kaptam. Más ember lettem. Olyan jó így. Az embernek kell hit. Kell, amiért lelkesedni lehet. Kell, hogy érezze, nem fölösleges, hiába való az életet.
természet csupa ellentét. Nappali fény és éj sötét, kópár hegyek és virágos völgyek, piciny fűszálak, hatalmas tölgyek, a komor észak és a dalos tél, a tikkasztó nyár és a termesztő tél, a káosz, a rend, a zaj és a csend, a föld és az ég. Május 30. Írtam egy verset. Kék a címe. Nagyon szeretem. Kék volt a víz, és a hegy és az ég. Két halvány árnyék csík bontotta szét az eget, a heget és a Duna vizét. Mese volt, álom volt, tündérvilág. Ilyet az ember csak olyankor lát, mikor a tavasz megy a hídon át. Az a hirtelen gondolatom támadt, hogy Magyarországra kell utaznom, ott kell lennem ezekben a napokban, segítenem kell az ifjúsági alia megszervezésében, és anyukát el kell hoznom. 1944. január 11. A héten indulok Egyiptomba. Katona vagyok. Légy bátor most, és ne félj, egy van fontos, senkitől se félj, csak légy erős most, és ne félj, senkitől se félj. Szenes Anna, magát halálra ítélték. Akar-e kegyelmet kérni? Halálra ítéltek? Nem. Fellebbezni akarok, hívják az ügyvédemet. Nem fellebbezhet, csupán kegyelmet kérhet. Másodfokú bíróság elé állítottak. Tudom, hogy jogom van fellebbezni az ítélet ellen. Nincs fellebbezés. Ismételten kérdem, kér-e kegyelmet vagy sem? Kegyelmet. Maguktól. Nem könyörgök gyilkos hóhíroktól, maguktól nem kérek kegyelmet. Akkor hát, készüljön a halálra. Írhat búcsú leveleket, de siessen, mert egy óra múlva végrehajtjuk az ítéletet. Meghalni, ifjon? Nem, nem akartam. Szerettem a dalt és a fényt. A melengető napot, két csillogó szempárt. Háborút, romlást nem akartam én. Nem akartam. De ha sorsom, hogy éljek mám a pusztuláskor, vérontásban, hát Istennek legyen hála, hogy megadatott itten élnem és meghalnom, érted, hazám, földem. Gyújtópont. Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig. Az elmúlt percekben bejátszást hallhattak Szenes Hanna életrajzi zenés játékából a Sabbath Song Klezmer Band előadásában. Ez a darab többször látható lesz a fővárosban, illetve vidéken is, és Masa Tamás a zenekar, nem is tudom, hogy zenekar együttesnek a vezetője van itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntünk, szervusz! Én is nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a Hit Rádió kedves hallgatóit is. Miért pont Szenes Hanna? Hát nagyon régóta foglalkoztat az ő története, és tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt a Mencs Alapítvánnyal, Geiger Andrásékkal kezdtünk el úgymond Szenes Hanna megemlékezésekre járni, és ezekkel olyan kiváló színészekkel, mint Hegedűs D. Géza, Garai Róbert, Havas Judit, Zsolnai Judit, de nem akarok most mindenkit felsorolni, ővelük, ők mondták a verseket, és mi általában izraeli dalokat énekeltünk, mert egy dal volt megzenésítve, az Éli Éli, mindenhol azt játszották, egy nagyon szép, és természetesen mi is elénekeljük, Anita elénekli a darabban ezt a dalt, de a 2013 táján Szentkirály Gyurinak, az együttes gitárosának és egyik zeneszerzőjének mondtam, hogy hát Gyuri,
annyi szép verse van Hannának, zenésíts meg egy párat. És tulajdonképpen akkor elindult, és akkor abban az évben két dal született, és aztán továbbra is jártunk a megemlékezésekre, míg nem egy olyan másfél évvel ezelőtt vidékre kaptunk meghívást, hogy Szenes Anna életéről állítsunk össze egy darabot, és Anita, a feleségem állította össze tulajdonképpen a Percek Tánca című előadást, amiből az előbb is részleteket hallhattak a kedves hallgatók. És ez azért is érdekes, majd fogok erről beszélni, mert ez a felvétel még nyáron készült a Szenes Iván Színházban. Szenes Andrea meghívására ott is jártunk. De most egy picit visszakanyarodva, tehát a lényeg az, hogy elkezdtük ugye megzenésíteni a verseit, majd másfél évvel ezelőtt összeállt annak a darabnak, amit tulajdonképpen most lett úgymond teljessé, két hete volt a Spinoza Zsidó Fesztiválon a bemutatója, és ebben a formában, mert már mondom, vidékre vittük ennek az előzetesét, és mostanra állt össze a végleges formájában, és október 10-én és november 10-én lesz legközelebb a Spinoza Színházban. A lényeg az, hogy Anita Szenes Anna napló részleteiből, az édesanyja visszaemlékezéseiből és egyéb visszaemlékezésekből állította össze a keretjátékot. Gyuri írta a zenéjét, én pedig, mint zenei szerkesztő összeraktam, mert azért vannak benne cionista dallamok, izraeli dallamok. Igen, ahogy itt az előbb ugye hallottuk, nagyon sokszínű a kínálat. Már pont azon gondolkodtam, hogy egyébként meg nagyon hálás a téma, mert nagyon sokszínű Szenes Anna élete is. Így van. Tehát ugye valaki, aki egyrészt költő, és egyébként zseniális versei vannak, aztán ejtőernyős a brit hadseregben, meg izraeli nemzeti hős, meg közben megkínozzák, meg tehát tényleg annyira sokszínű az élete, és annyira sokszínű a zenéje is, hogy ez egy nagyon hálás téma. Igen, és hát ez sajnos egy félbe maradt élet, ugye ezt el kell mondani, de hát akik eljönnek a Spinozába, elmeséljük majd az életét, de természetesen azt fontos volna tudni, hogy 23 évesen őt kivégezték. Golyó általi halálra ítélték, és az utolsó jelenet is, amit hallottak a kedves hallgatók, az a Simon Százados, aki épp a kivégzéséről, illetve épp a kivégzése előtt jelenti be, ugye, és ő maga is ott van a kivégzésén, sőt egyes feltételezések szerint azok a katonák nem lőttek már rá, mert már menekülnie kellett a magyar nyilasoknak is, már pakoltak össze, de ez a Simon mindenáron meg akarta őt ölni, és a visszaemlékezések szerint két lövést is hallottak, és valószínűleg ez a Simon oda ment és közvetlen közelő tarkon lőtte Hannát, aztán el is menekült az országból, és elvitte ezeket, tehát nagyon sok minden még nincs feltárva. Viszont már az örökkévalónak nagyon sok versét és a naplóját megtalálták, nagyon sokan feldolgozták, éppen most a Broadway, egy Broadway színésznővel mutatták meg New Yorkba ugyanúgy Szenes Anna életét, persze már zenékkel, de hagyj beszéljek akkor arról, hogy ugye Anitáról beszéltem, hogy ő állította össze, Szentkirályi György írta a zenéket, és Bódi Mónika, aki az együttes hegedűse, ő alakítja Szenes Hannát. Természetesen hegedül is nekünk, de... Tehát akkor az ő hangját hallottuk. Az ő hangját és Anitájét is hallhattuk, az én hangomat is az előbbi bejátszásban, és még egy valakiről kell beszélnem, akinek a hangját hallhattuk, az Garai Róbert színművész úr, aki szintén közreműködik ebben az előadásban. Ha arra van még idő, egy nagyon érdekes dolgot, sok mindent el lehetne mesélni, de hát ezért lesz majd az október 10-e, hogy mindenki hallja az ő sorsát, megismerje ezeket a szép verseket, megismerje az élettörténetét. Úgy említettem, hogy júliusban Szenes Andrea meghívására a Szenes Iván Színházban mutattuk be. És ez annál is izgalmasabb volt, mert nagyon sokan nem tudják, hogy a Szenes Annát sem ismerik igazán. De Szenes Ivánt ismerik ugye általában az emberek, és Szenes Iván és Szenes Anna unokatestvérek voltak. Hűha. Mind a két kedves személynek az édesapja, ugye Hanná és Szenes Béla, illetve Szenes Ivánnak Szenes Andor az édesapja, mind a írók, műfordítók, újságírók voltak. Például Szenes Iván apja Kálmán Imrével, Lehár Ferenccel dolgozott, az ő műveit ültette át magyarra, és hát nagyon sok színpadi darabot írtak, de Szenes Béla is nagyon sok, a Vixi háznak írt nagyon sokat, de a maga korában híres írók voltak, és sajnos mind a kettő nagyon fiatalan fejezte be az életét, 33 és illetve 35 évesen betegségben haltak ők meg. Hanna ugye 23 évesen, ugye hát sajnos tragikus körülmények között.
És viszont Szenes Iván 88 évig élt, és csodálatos lágereket írt, és amikor, és hát amikor ott voltunk, ugye Andrea is így vezette fel az előadást, hogy 23 évig ilyen sok jó verset írt Szenes Anna, ha ő is élhetett igen. volna még egy jó pár évet, akkor mennyi sok szép verset írt volna még. Egyébként Szenes Iván mennyire ápolta Szenes Anna emlékét? Hát ezt inkább Andreától kell megkérdezni, de voltak megemlékezések. Igen, csak a Szenes Ivánt méltatva, hogy azért ő viszont saját jogon lett szintén kiemelkedő arca a kulturális életnek, és nem mondjuk a Szenes Hanna hátán felkapaszkodva vagy. Ez abszolút így van. És hát de Szenes Andrea is nagyon sok ilyen megemlékezésem, részt vettünk együtt, és ő is beszélt Hanna és Iván kapcsolatáról is. Hát tulajdonképpen ott gyerekeskedett, együtt játszottak a Szenes Színházban, a Szenes téren. És hát ugye Andrea kérésére belekerült a darabba egy-két Szenes Iván dallam is, uh-huh. ahogy az előző bejátszás, mint a gyermekkori álmok, vagy éppen az édesanyáról szóló dala. Úgyhogy aki eljön... Nem csak a 20 évesek. Hát az pont nem... Hát igen, ez itt most azért más felhangot igen. kapna ebben a darabban, de természetesen a történetbe beleilleszthető dalok kerültek bele. Aki eljön 10-én a Spinózában, októberben, az meghallgathatja és megláthatja Hanna történetét. Illetve még egy meghívást kaptunk, ugye november 7-én volt a kivégzése, 44-ben végezték ki őt a Margit körúti fegyházban. November 7-én a kivégzése napján fogjuk levinni Salgótarjánba Illés Kornél meghívására, aki látta a mostani bemutatót a Spinózában, és annyira megtetszett, és annyira érzi, hogy ez fiataloknak, és mi is ezt szeretnénk, hogy az Uzoni Péter általános iskolában, illetve iskolában és gimnáziumban fogjuk majd bemutatni a kivégzésének napján, de szeretnénk minél több iskolába elvinni fiataloknak, hogy hát egy olyan példaképet állítsunk eléjük, akinek volt értelme célja az életben. Sajnos a vége nem épp jó kicsengésnek, de amit hagyott maga után a verseit hát és a naplóját, és ilyen módon, mint hősként, így valóban ilyen módon nem volt értelmetlen a halála. Bár minden halál értelmetlen, azért vagyok egy kicsit ezzel bajban, mert egy halálról azt mondani, hogy nincs értelmes halál. De ugyanakkor egy olyan életművet hagyott már 23 évesen is maga után, egy befejezetlent, de egy olyat, amiből nagyon sokat tanulhatnak a mai fiatalok is. Akkor végezetül mondjuk el még egyszer, hogy mikor és hol látható az előadás? Hát ez a Spinóza Színházban, a Dob utca 15-ben, október 10-én és november 10-én. Az október 10 az egy csütörtök este, november 10 pedig egy vasárnap délután, aki nem szeret este jönni, az 3 órától megnézheti, és aztán Salgótarjánban pedig még most egyeztetünk az időpontról. Hát sok sikert kívánunk, és én magam szeretném majd mindenképpen megnézni. Azt nem ígérem, hogy ott leszek, mert múltkor is megígértem, és nem ígértem oda, pedig akkor is nagyon szerettem volna, de most majd mindent megteszek. Sok szeretettel várunk. Masa Tamásnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. És kedves hallgatóink, ezzel búcsúzik a Gyújtópont. A mai adást Váne Vódia szerkesztette, a technikus Losonc Attila, a főszerkesztő Szobota Zoltán, és a műsorvezető pedig Király Tamás. További jó rádiózást, boldog szerdát mindenkinek, szép napot, és egy Szabad Szong dallal búcsúzunk. Így van, amit Olá Gergővel együtt énekelünk. Hűha, szóljon! Míg de lajk a gvóim, prusza dere taski az mukacsuláim. Kase-kase, se loli jót bach nevím, ó lefakot, me sorerim Jerusalájim. Ach, ben hozáik, se nibú bach noasút, et ha malchut, ve et adam, ve et ha kerek. Ani rutsa, liot ha jelen, harishut, שיתורך בירושלים אחרה ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום A
ולשוטרים ומול אותה גבעת תחמושת גם בעצם את כל קצי החקבירות כמו בתפרים חובש הזמן וזחמושות קירות של עשר ובשוקי הצבעונים צועק הרחוב עברית צודה כזאת וערבית ניכרת כשהעתיד על חשבון בורח חוב במכרעת ירושלים אחרת ירושלים, ירושלים, ירושלים של השלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של השלום אז לילה טוב, ירושלים אחת